csináld már ezt. Mit? Nem érdekel. Béküljetek már ki. Jó, majd kibékülünk. Úgyis kibékülünk, csak nem most. Nem most akarom, hogy ez legyen. De ne haragudjam, ha te nem láttad, hogy eltörte a tányér? De tudod, hogy nála egy baj a fennem. Jaj, hogy ezt, hogy neki lehet? Hogy nála baj van. Nem érdekel. Olyan jó, itt olvasgatok végre, nem szapul senki, nem mondja senki, hogy takarítsak, csak majd kitakarítok, ha jó esik. Addig nem. Én most vagyok wellness-en. Tehát nekem ez a jó. Azt csinálok, amit akarok. Ha receptkönyvet akarok olvasni, azt olvasok. Ha kicsit lábat akarok lógatni, láblógatok. Ha sorozatot akarok nézni, akkor az van. És nem avatkozik senki az életembe. Ez nekem nagyon jó. Én többet vissza nem megyek. Elég, befejeztem, záróra. De miért nem mész? Menj nem vissza, megyek, de úgy lesz jó, hát most megbocsájt neked biztos. Lehet, hogy hirtelen felkapta a vizet, az... na. Júj, avokádó matrix, nézd meg! Júj! Avó, céklás, citrus, avó és cékla, avó és citrus, avó és paradicsom. Igen, Vira? Halló, gyere haza! Én ma nem megyek haza többet. Gyere már, léci, anyu is elment, itt hagyott engem egyedül. Hol ment anyád? Tudom, valami avó, cékla, ahova miket beszélnek. Hol ment? Apu. Ki ez az avó cékla? Itt hagyott engem, apu. Vira, ne csináld ma, ugye nem mentem? Vira kiabba, hogy felnőtt, de még gyerekként van itthon kezelve, és biztos hiányzik neki az apja, meg ilyenkor biztos lefut többféle gondolatmenet a fejében. És hát persze, hogy hiányzik az apja, persze, hogy felhívja, persze, hogy hazahívja. De hát ez egy hiába való kör volt, mert még Győző nem ott tart, ahol Virág szeretné, tehát ő neki még esze, ágában nincs hazajönni. Amúgy nagyon nengem. Virág, ne színélkedjél, mit szíves. Tényleg, anyu! Virág, hol van anyád? Én nem tudom, megfogtam a ideges úrust, itt hagyom. Ki az a abocékla? Az egy férfi vagy ki az? Hát nem tudom, ez valami bót is lehet, vagy mit tudjam én. Most abocékla az mi a franc lehet? Most hova ment anyád? Én már nem megyek haza, Virág. Gyere ma, itt vagyok egyedül, éhen, szomlan. Virág, annyit kéne tenni, hogy szedd majd a ruhámot, az dobva aki a kapuszékla. Jaj, nem vagyok én postás. Hát ki az a abocékla? Fú, szerintem valami húgyagi ember. Nem mondod, hogy anyád húgyagra ment? Hát. Azt mondta, Réka látta, hogy jutott a kocsival. Ne! Anyád elment húgyagra? Ne. Na, akkor majd is kiplegykáznak engemet, ha ő húgyagra ment. Majd is kiplegykáznak, akkor már tud róla mindenki, hogy külön vagyunk. Ha. A telefonbeszélgetés végén ugye valami fura történet kerekedett ki az egészből. Egy avocékla miatt, ami az avokádó és a cékla összeolvasása, ugye. A receptkönyvben épp valami szalsza modulok voltak felállítva, és akkor, hogy ezt, hogyha összeolvassuk, akkor ebbe ez kell, ebbe ennyi, ebből annyi. És akkor volt olyan, hogy céklás avokádó, avó plusz cékla, és akkor avocékla, vagy mit tudom én, valami ilyesmi volt ott. És akkor én is ott csodálkoztam, hogy avocékla, és vagy Virágnak ezt tetszett, hogy milyen avocékla. Tehát... inkább